Sziasztok, köszöntök innen mindenkit, Kőbánya alsódó jelennek. Most ismét egy hosszú utazás veszi majd kezdetét, amit itt kezdődik. De volt vagyunk a Kőbánya alsó vasúti megállóhelyen, mindjárt meg is mutatom. Igen, tehát Ligettér, Kőbánya alsó vasúti megállóhely. Onnan föntről fog indulni a vonat, egy olyan kb. 4 óra múlva, amivel egészen Ferihegyig fogok menni. Aztán ott majd átszállunk a 200-as buszra, és kimegyünk a reptérre. Csak akkor innen jön az érdekes, még hogy a végállomás Berlin. Úgyhogy majd az szintén egy hosszú úti film lesz. Majd csak a vonaton fogok találkozni Ferivel, ő találta egyébként az olcsó repjelet, és még időben lecsapott rá. És szerencsére pont rá is értem, mikor szólt erre a lehetőségről. Úgyhogy a következő akkor ez lesz, hogy ez még nem az. Szerintem. Hanem nekünk majd az S50-es fog kelleni talán, igen. Hát akkor még egész korán is kijöttem, de hát szóval csak így jöttek a... Így jött busz meg illamosra, csak így tudtam kijönni. Úgyhogy akkor itt még lesz egy 20 perc várakozás, felmegyek a peronra, még az is lehet, hogy valami vonat, még lehet, hogy tehervonat is fog jönni. Úgyhogy akkor egy darabig trainspottingolunk. Megvárjuk ezt a monori eső, ezért csinál egy személyvonatot, és azzal kell majd Ferihegyig elmenni. Úgyhogy akkor most várakozási, vasútfotózási, aztán majd később fogok jelentkezni, lehet, hogy már csak Ferihegyről. Közben itt vagyunk, Ferihegyen már a vonatra leszálltuk, várjuk a 200-et, megérkezett Feri is, Kőbánya alsótól. És elvileg 3 perc múlva itt van a 200-et. És azzal mehetünk a reptérre tovább. Na hajrá, mindjárt itt van, hoppá. Na ott egy, na hát elő pont lemaradtunk, ez egy volánbusz, varázsmenet. Ott a 100-e. Amivel hamarabb kijöttünk volna. Jön még valami? Hát, amíg a hervonat is menne a reptérre, bár az ritkán szokott, és az bejelentik itt előre. Ott van még egy. Ja, egy kredenc. Üdv újra! Megjöttünk Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 2-es termináljához. Kettő, jól vagyunk. Jelenlegi állás szerint 7 óra 22 van. Elvileg 3 perc múlva indul meg az utasfelvételünk, ugye a gépünk, ami ugye 9-25. Ja, az eredményjelző már ki van írva, úgyhogy láttuk, hogy besekkolunk, aztán meg várakozunk az lanzitba. Az 9-25-kor indul. Aztán utána irány Berlin, Schönefeld, Flughafen. Hát 9-25-kor indul, mennyi a menetidő? Körülbelül 9-25-kor, megy 10-55. Ja, hát akkor egy másfél órás menetidővel kell számolni. Hát azt az emléletőleg tartja is. Úgy legyen. Már ne kelljen várni a pushbackre, vagy a... Dugóban nem fog kerülni útközben, úgyhogy... esetleg nem engedik leszállni időben, az elő szokott fordulni. Egyébként itt vagyunk tényleg, ezért Ferihegy 2. Csak hogy lássák. Igen. Ferihegy 2, és éppen jön fel a nap. Ez ennyi. És arról jöttünk be. Aztán majd maximum még az eredményjelző megmutatom, hogy melyikkel megyünk. Ennyi sport van, ami miénk a Ryanair-es. És a 64-es kapuhoz kell mennünk csekkolni. Csak hogy megmutassam itt az eredményjelzőt is. Tudjuk melyik, és
és ez már a check-in pult. Szelek. Ja, közben egyébként itt vagyunk, feljöttünk ide a cigizdébe, én nem viszont jól kilátás. Ja. Ott van a radar, az egyik fő radar, ugye jó, még hódkosz az ablak, aztán itt az ilyen... látszik, meg ott van még két repülő. Az előbb elment itt egy vizedes. Itt a háttérben van egy pár budit radar, de ezek ismerősek még a reptéri Icarus-os videóból is. Ahol itt Icarus-szal mentünk ezen a helyen valahol. Szerintem ott fog felszállni, azon a kifutó. Úgy tudom, most az egyik le is van zárva még mindig, úgyhogy csak egy helyen tud felszállni. Ott ilyen vecsés vele fog. Hát ott vecsés vele fogunk szerintem mi is menni, és akkor úgy fog megfordulni. Bár lehet, hogy Fladi fele megyünk. Egyébként attól függ, hogy melyik irányba száll föl. Ja. És nézd meg, ott a reptéri busz, az még ki is jött, tudod? A celeb busz. Ja. De azt nézd meg, hogy ezek a reptéri buszokon mindkét oldalt van ajtó. Persze. Igen. Hát amikor most ide annálban mentünk tavaly, akkor az de meg ez a kardlan, mind a két oldalán ajtó van. És ott jön még valami. Swiss Airlines, azt hiszem, hogy Turkish Airlines. Mindjárt látjuk. Nem, ez izé... Ja, nem tud ráfókuszálni. Ez a jel, nem tud ráfókuszálni, mert... Olyan erős zoommal nem lehet már... Nem találja a fókuszt. És most push be kell. Izé, Eurowings most már megvan. Munk egy pár videót Bolt Bélicsinek, hogy ad üljön. Az meg ott tolat az a vizel. Push back, ja. Közben megérkezett a busz. Kékebb jelzése, lehet, hogy 3-as metrópóltól. Ki tudhatja, szerintem megy az Eurowings. Egyébként már nem vagyunk a transitba. A besekkoláson meglepően hamar túlestünk. Nem. Megállásul ez a QR kódos vacakkal nem kellett még a check-innél se sort beállni, úgyhogy még azt is megúsztuk. Na és tényleg meglepően gyorsan át. Igen. Biztonság. Igen, azzal jól jártunk. Pedig azt hittek, hogy 15 percet kell várnunk. Hát meg valamikor több is szokott lenni. Hát lehet, hogy ilyenkor reggel még kevesen vannak. Úgyhogy még ebből a szempontból igen. Még jobb is, hogy nem vettünk 10 fast track-et. Igen, meg nem a nyári csúcsforgalomba jöttünk, szerintem az is belejátszhatott. Igen, az meg a másik. Akkor ez erre lesz. Szokott ilyen lokkoló lenni, hogy egyből az anzitból itt visz meg a repülőben, vagy ha nem ott állnak, akkor busszal kivisznek. Ja, ez az a 18-as. Ja. Ezértek nagy nehezen bemásztunk ide a helyünkre. Ja. Amiket itt van ez a Boeing 737. Így itt vagyok már valamit. Alig fértünk be, de... Nagy nehezen. Most sikerül. Már akkor innen már Berlinig nem állunk föl. Ott van még egy rájönnel. Jó, akkor jól fele megyünk. Ez már Berlin. Yeah.
És akkor, akkor most ez a, megérkeztünk Berlinbe, itt vagyunk a repülőtér előtt. Finally! Ugye most, we are here! Most jöttünk itt ezen a bejáraton, vagy kijáraton, mi ez itt. Aztán most ha megkeressük az automatától tudunk venni jegyet. Így van. Aztán megyünk tovább. Majd később jön. Valamerre. Szállásra, ugye csak 15 után mehetünk. Így van. Hát nem baj, akkor... Ludovra, és akkor megyünk az Uzibelre. Addig majd valahogy értelmesen eltöltjük az időt, mondjuk utazunk, vagy kocsmázunk, vagy valami hasonlót csinálunk. Megkajálunk is. Igen, megkajálunk, igen. Megyünk, megyünk sörözni, vagy megyünk utazni. Először veszünk egy jegyet, az biztos. Így van. Van Berlin kárdot, amit kell vennünk. A City Tour kárdot. A City Tour kárdot, és akkor azzal tudunk elvileg utazni csütörtök estig már bármerre. Így van. Na jó, van, majd elveszkezünk. Ja. Szerintem is. Majd akkor később jelentkezünk most egy jövőre. Ez a csomagra nem kell várni, különben még ott lennénk egy fél óráig legalább. Biztos. Úgyhogy... Na jó. Majd még később jelentkezünk. Vannak ez egy X-es járat, ez egy Scania busz. És így néz ki ez a 48 órás egy, amit vettünk. És közben mondom, hogy megérkeztünk, hát X-es járat, és akkor ezzel megyünk ki valameddig. Hát Rudovig megyünk, igen. Ja, ráadásul igen, ez csak ilyen, ez ilyen reptéri, ez egy városba be, ez egy császkálós busz, úgyhogy akkor megyünk ezzel. Aztán majd ott majd meglátjuk, hogy merre tovább. Így van. Szállásra ugye úgyis a 15 óra után tudunk menni, úgyhogy hát addig... annyi biztos, hogy ugye Rudovba megérkezünk, ott az U7-es metró, az biztos, hogy megyünk valamit. Ja, simán, hát a metró az kell próbálni. Máson akkor végig a Rathausban, de újig akkor állatok vagyunk. Igen, az a legkosszabb metró, de annak aztán van menet ideje. Igen. De hát azt majd kitaláljuk. Mi meg majd valahol keresünk valami jó és olcsó kaját, de hát ma még nem ettem, aztán már kezdek éhesedni. Úgyhogy akkor menjünk. Akkor majd még jelentkezünk valahonnan. Ja, közben csak elfelejtettük, hogy a Felének közben az első repülő útja volt, hogy ahogy tetszett. Ja, sokat nem láttál, mondjuk a szar helyre. Nem láttam, nagyon szar helyre ültünk, tehát gyakorlatilag csak a falat láthattam. Hát egy első repülésed nekem nagyon tetszett, hát a felszállás az hú. Hát nagyon megforgatta a gyomromat. Hát jó, az amikor csomagázzal neki indul, igen. A leszállás az nagyon precíz volt. Precíz volt, és még hát finoman szálltunk le. Hát lefele mindig lassabb az szokott jönni, mert kevésbé menedek szögbe, mert ott ráér. A felszállásnál viszont nagyon hamar kell a felhajtó előtt, és akkor így csomagázzal neki a menedek szögbe fölfele. Igen. Az ilyenkor mindig így van. Úgyhogy egy nagyon nagy élmény volt, visszafele is valószínűleg megint ugyanúgy fogunk helyezkedni ülésileg. Úgyhogy az meg kérdéses, hogy lesz-e felszállásos, illetve leszállásos videó. Ez már csak a mögöttünk vagy előttünk lévő utasokon múlik. Hát majd megpróbáljuk, ja, meg majd visszafele el fogom kérni a katalógust, és akkor meg tudom mutatni, milyen árak vannak a fedélzeten. Drága. Hát igen, hát csak hát most a katalógust elkérjük, akkor azon meg tudjuk nézni, aztán nem veszünk semmit. Ugye az. Na, közben itt meg, ez már Berlini táj. Hamra sem megyek. Hát nem tudom, mennyi a menetidő, azt nézted? Nem. Vagy van valami Berlini? Nézek egy Maps-et. Azt kéne még megnézni, hogy van-e valami olyasmi nálunk a futár, ahol lehet a járatokat nézni, hogy merre járnak. Azt mondja, lenézze, hogy valami Berlini futár, hogy valami van-e. Hasonló van. Egy nagyjából egy olyan 5-10 perc ebben. Sőt, 5 perc. Maga a busz az ég. Ezen egy futon végig megyünk, és akkor az már úgy. Na hát az jó, és aztán utána onnan meg megyünk metrózni. Így van. Amúgy is az a leggyorsabb, vár, merre is megyünk. Így van. A Berlin metrók érdekelnek ott még, ott én nem metróztam. Még én sem, azt kell. Na, hát akkor... most már akkor ez is meg lesz. Most már ez is meg lesz. Ki akkor majd... majd jelentkezünk onnan. Majd jelentkezünk, majd a metró. Meg majd nyilván a szálláson is lesz videó, mert azt meg kell mutatni, hogy milyen. Bőven. Ha már itt vagyok Berlinben, akkor azt nem lehet kihagyni. Pontosan. Valami jófajta német sör csak van. És végül is két sör tudok kérni németül, mert nagyjából ebből egyébe kiismeri a német tudásom, hogy két sör tudok kérni, úgyhogy az papat... Rögtet Zweibier. Zweibier, az már csak megérti, igen.
Az már működött össze Meringen is, meg Nézsbe, meg Lászba is, hogy ezért az Ivy-t mindig ki tudtam kérni. Meg annak egész számú többszöröseit körül belül, de ez az, hogy lesz. Noi cip. Megjöttünk. Ennyi? Itt is vagyunk? Akkor majd jelentkezünk még. Mi is mentünk messzire gyorsan, ezért ha találtunk egy zabálóhelyet, úgyhogy ez itt mind, ami az asztalon van került, ami 8 euró környékén. 8 euró és valamennyi cent. Én kell egész javatok. Nagyon jó, hát akkor mindjárt is kóstolom én is. Na akkor, Zaba time. Már egy zár van, vagy mi, hogy nem megy el addig. Az melyik? Ezek közül. Hát, hogy csak eddig jön? Na mindegy, hát tudom, hogy elmegyünk vele. Menjünk el ezzel, vagy a következővel? És ezek sem átjárhatóak. De kár. Lével volt lehet nyerni hatosottól. Ez nem is tájékoztató, azt hittem, hogy van utas tájékoztató, de nem, ezen csak reklámok mennek. Ja, és be van kamerázva. Itt valószínűleg is állunk meg mi. Aha. Szerintem vágány zárva van, és akkor itt is áll. Hát a állomás felújítás. Összegányolni az ablakot. Én sem tudom megkérdezni. Aha. Nem megyünk bele sokat. Vágj ez állom. Aha. Jó, ja, de akkor lehet tovább menni, csak át kell szállni egy másikra. Nem, buszra kell. Hát most a metropókról buszt, azt nem biztos, hogy ki akarjuk próbálni. Vagyunk olyan állatoknak. De nekem pont elég otthon az M3-ason a metropókról szemben, de még feloldam az dolgom, hogy csak azzal tudok menni. Nem hiányzik az még itt is. Vagy?
dolgoz. Milyen busz volt? Nem is figyeltem. Azt nem tudom. Sokáig nem mentünk az U7-essel, mert most már is metrópótózunk. Hát kellett szállnunk. Melyik él is? Puskáznunk kell. Azt hittem a Puskás Fene stadionnál. Na, Fritz Sütnél kellett. Nem sokat mentünk, talán 10 percet voltunk a metrón. 4 megállókkal. Ja, igen, és akkor most az egyik szakaszon meg a metrópótláson. És onnantól kezdve folytathatjuk a további 50 perces pandaújunk. Ja, hát most van valamennyi pótlógusz, aztán utána megyünk. Ja. Meglátjuk. Közben akkor nézzük a tájat. Uskup Allee, Parchima Allee. Berlin térkép. Hol vagyunk most? Valahol a térképen.
közben, igen vagyok, a legionáltal, nem? Üdvözöllek titeket újra. Jelenleg, ahogy látjátok, emeletes vonaton vagyunk. És az első az emeletem? Így van. Nagyon nagy mázdénk. Erre kettő ott van, valami ott 23-ban, de ott az eredményjelző. És akkor a Regional Express 2-n vagyunk, a következő megállóban jön csak. Most hagyjuk el a Red House Pandaut. Tehát azért haladunk, megnehezően. Van. Van volt, hogy fel fogom menni. Baki. Hol tartó? Na lehet, hogy valami cégtől hívtak. Amúgy most sem tudok bemenni, úgyhogy tök mindegy. Ott az állatkertig, ami megy megálló helyre. Zoológus, Garten. Jó, valami zoológushoz megy, itt tenni, hol vagyunk. Kijavítottok úgyis minket. Onnan a további terv, megyünk a 100-as busszal. Ja. Az Alexander Placig. Onnan még visszafele. Csak ebből akkor vegyük a izét is, a tájat, az érdekes. Akkor addig közben addig alá festem dolgokat. Na ott van még egy vonat. Uh-huh. És akkor onnan az Alexander Plactól visszamegyünk a Badenburgi kapuig. Ezt megnézzük, fotózzunk. Utána visszamegyünk az Alexander Plactra. Ott is van mit fotózni. Természetesen nem sok közlekedés témában. És akkor onnan már megyünk a szállásunkhoz. Onnan meg majd meglátjuk, hogy mi lesz ott el. Igen. Láttad? Nem. Kellett volna. Ezt? Oh. Most pont fel is vettem őket, úgyhogy... Király. Na, most veszem. Csóri emeletes buszok. De csak egy megállót megyünk, úgyhogy addig... Hát igen. Na, legalább utazzunk emeletes vonaton. Ezt kijelenthetjük. Na jó van, majd akkor jelentkezünk. Ja. Hamarosan szállunk. Valamikor biztos, igen. Elég utóbb eljutunk a szállásra is. Így van. Ezzel haza tudnék menni, M2. Megy az őrse? Megy az őrse, ja. Vagy az őrse, vagy déli. Ja. El tudunk utazni villamossal is, jó van. Most kép lesz. Tök elkezé eljön.
De a másik csapó. De ez így jó lett, villamos mindkét irányból, plusz az S-bánok. És ez mozdonyos. Még hozzá. Van Burger King, KFC, ja. Meg ki. KFC-t megnézhetjük. Vacsorára meg akkor nézzük valamit. Szevasztok, itt vagyunk a Sétáló utcán. Van, itt vagyunk az Alexander Platzon. Ott zabáltunk szembe, az előbb jó is volt. Jó, bezabáltunk. Nagyon jó. Nagyon jó. Csípős szósz, mindenki. Kidosztások csípős szósszal, többi legjobb volt. Te lesz, hogy szétfos. Az tuti. Tervek szerint megyünk a szállásra. Hát most megkérdeked, és itt van valahol közelben. A metróba kell menni. Ez hát azért nincs csak közelben. Hát az U2-essel, nem? De az U2-es meg valahol itt volt, az előbb láttuk. Itt lent. Az M2 volt. Ja, közben itt nézzétek, közben jön itt villamos, meg minden. Vigyázz, most megint meg fölöttünk, van egy azért vasút, egy S-bahnnak a megállója. Hát ez nem az? Egyébként ez az aluljáró, ez nem oda vezet? Nem kettő, vagy ez azért, azt kettőhez? De. Hát csak az áll meg szerint, ja nem? Nem úgy látok benne semmit. Jó, nem nyílik, itt tényleg működik az éli ajtónyitás. Most már kéne nem lehet. Már indulunk. De hogyha nem lenne ez a sok szar rajta. Na. Még a fehér egyes úgy is elbassza. Szóval a világítás. Fehér egyes úgy nagyon elvét.
Amint elkezd felregni, akkor kell is szobrani. Addig rájössz. A második már mondom. Addig úgy csinálod, ami még így nem mondja. Az állunk is úgy volt, hogy egy először a bírban, és aztán úgy így így a szöveget, addig rájössz. De megérkeztünk a szállásra. Megjöttünk. Az a két ágy szabad, az lesz a miénk, igen. Azaz. A kérdés az, hogy itt a szobatársak, de... Hát azt igen, jelenleg nem tartózkodnak itt, de mindegyik fölfoglalt már csak az a két ágy szabad, úgyhogy leszünk egy úrra. De egyébként, na... Hát van egy asztal, három szék, ja, szekrény, hát hozni kellett... Hozni kellett van a lakatot, amit nem hoztunk. Hát, hogyha valahol látunk, olcsóbb, mert maximum veszünk egyet, és akkor beteszünk minden értékesebbet. Jó, és van a slózi. Ja, igen, itt van az zuhanyzó, meg a slózi. Szokásos, ennyi, minimalista. Ennyi. Ja. Végül is ennyi. Este megnézzük a bárpultot. Hát, igen, péntek reggelig itt lakunk, úgyhogy... Hajlani. Hát pedig igazából csak hajnalig, tehát mi meg egész hamar el fogunk húzni. Na ja, na jó van, majd jelentkezünk. Úgyhogy majd jelentkezünk később, most egy olyan visszamegyünk ki a városba. Megyünk a plázába. Megyünk a plázába, ja akkor, úgyhogy ja, nem hagyunk itt semmit. De mindent viszünk magunkkal, aztán meglátjuk. Akkor ezt nézzétek, itt van a teríték. Hát elmentünk az Aldiba bevásárolni, miután a szállást elfoglaltuk. Hát van 12 doboz ilyen
sör, ez nem tudom milyen fajta, de... Sültenbrau. De amúgy van, csapolcsör, itt van egy bárpult itt a szálláson, és ott is van majd ilyen csapolcsör, majd abból is fogunk inni. Az minőségi német sört is ígyunk, ha már itt vagyunk. És ez egy visszazárható Monster, ilyet sem láttam még, ez egy visszazárható Monster. Ez több, mint fél liter. Hát ez simán nagyobb, ez a fél literes, és ennél simán nagyobb, ez ilyen 0,553 ml. Hát akkor csak egy picivel, nem is 0,6-os az. Azt hittem, pedig arra tippeltem, de mindegy. Ja, sajt, az csak egy kis zézaba. Feli vett valami sushit. Na, ezt inkább nem csinálom. Nem arra van méret ez, hogy ugráljak rajta. Meg van egy chipsünk, aminek szépen a fele levegő, de ahogy szokás szerint, de van. Ja, az már csak a voucherünk, az nem érdekes, azzal jöttünk be. Ja. És akkor itt vagyunk. Akkor végül is ennyi, megy lassan a buláj. Ja, hát most igen. Aztán majd meglátjuk, hogy még mi lesz. Ja, egyébként konnektor nem igazán vagyunk ellátva, de itt van kettő, amit most, ha most mind a kettőt én foglaltam be, az egyik a telefon van, a másikon meg a powerbank. A powerbank feltöltődik, akkor azzal legalább el lehet látni árammal mindent. A kamerát azt úgyis tölteni kell majd este. Úgyhogy a powerbanknek is kell a szufla. Úgyhogy egyelőre így vagyunk, aztán majd a nap többi részét meg majd meglátjuk, hogy egyáltalán hány óra van most. Elnézzük. Ja, 16 óra 40 van most. Ó, nagyon korán van. Hát igen, de lassan besötétedik, úgyhogy fotózni nem nagyon lehet. Mert nyilván állványt nem hoztam, mert nem fért volna el sehol. Videózni mondjuk még lehet, de fotózni már nagyon nem. Mert mindjárt besötétedik. Szerintem akkor várjál zuhany, WC és a többi, aztán meg majd meglátjuk, mi lesz.